Szép jó reggelt kívánok! Tudod, ezt ilyen párás a levegő? Kicsapódik a virágokon. Csuromvíz minden. Várjál. A nap még nem kelt fel. A távolban lehet látni, hogy érik a mandarin. Várjál, közelebb megyek. Érdekesnek gondolom. Még egy hónap is teljesen ehető. Sőt, szerintem már ez már most majdnem, még nem jó azért, savanyú, de majdnem jó. Szóval, hát, mit csinálunk ma? Mit csináljunk? Dolgozok. Thanksgiving háladás napja van. Csönd van, gyerekek. Nagyon nagy csönd van. Mindenki pihen. És délig van időm tenni-venni, illetve hát nem leszek kint délig. Mára mond elég meleget. Most van jelenleg olyan 60-as, azt mondja, hogy olyan 15 és 20 fok között, és már is itt vagyok hátul. Már elkezdtem. Tudod, hogy tartóléc, fel kellett fogassam, javítgatások, pecs, ahova muszáj volt még tenni a szilikont, megszárad, átfestem, és most pedig a csatornázási munkálatok következnek, ott ki kell pótoljam, ide a lefolyó rész, itt a végét lezárni, szóval ezek a dolgok vannak, előkészítés, és majd ez az alsó beton, meg a festése lesz. Hát, ennyit így dióhéjba. Mindig tart meg, hát itt azért el is kell pakolni aztán. Ugye azt a régebbi csatornákat. Nem fogom eldobálni, hanem oda szivattyúhoz elviszem őket. Ja, ezek még jók. Semmi bajuk. Na, hát majd muzazom, jó? Amennyit tudok. Nos, első lépés, ugye, lezárni ezt a végét. Ez úgy történik, hogy van itt nekem ez a csodaszer, ragasztó, és ugye itt a széleit, nem tudom, látszik, igen, így bekenem vele, tehát benyomatom így, ez nagyon gyorsan megszárad. Jó. És kérem, egy az egész. Már ez, hogy akasszam ide, hogy mindjárt fog kelleni. Szóval, ide beillesszük. És már rajta is van, körbe. Jó, szorosra, teljesen. Az, hogy ez vizes nem számít, ez megfogja. És akkor így kívül, ami ott van rajta, azt így ráhúzom csak. És ez tökéletesen lezárta nekem ezt a végét. Azt hiszem, látszott jól. Ennyi az egész. Ez itt, ez a réc, le van szarva, ez jön le majd. Szóval majd, mikor itt már kész vagyok. Ja, ez így kész. Na, ez gyorsan ment, ugye? Na most itt ennél a rész, de szinte ugyanaz. Az eljárás csak annyi van, hogy itt ezt a felét kellem csak be. Nem kellene egyébként, de én szeretem, ha itt 100%-os lesz. Oké? Okay? Mert ebben van ilyen szurok itt benne, és hogy ugye majd melegszik az idő, az ráolvadna elvileg. Na nézzük. Várja a kezemet. Itt valahogy be kell ide helyezni a sarkát. Bemegy be, eddig jó. Eddig jó, azt mondja. Baszakodás lesz. Följebb kell menjek.
Hát szóval enyhe káromkodások és szitkozódások után kész is van ez a rész. Oké, rajta elkenjük az anyagot belülről is egy kicsit, és ez így jó, ahogy van. Most jön az, hogy ugye ezt a darabot innen idáig ki kell vigyük, tehát itt lesz lezárva. Tulajdonképpen nem nagyon kéne, mert itt lesz, de hát ahogy kinéz, legyen jó. Oké? Hát le kell vágjuk egy ekkora darabot, ott van nekem csatorna, abból. Jó, 20 incset lemértem. Itt kell majd elvágjam. Ja. Na nézzük, hogy mivel vágom el. Melyik lesz a jó? Hiszen ez. Vagy csak a késő, majd meglátjuk. Mivel tudom szépen vágni, ez jó lesz. Jó van. Baszik. Te vágta. Na, hát csak a fűrészt ki kellett hozzam. Másképp nem bírtam volna. Oké. Okay. Ahogy bal. Na. Jó van. Megvan. Alright. Oké, okay, lesorjázzuk. Nincs rajta a sorja, akkor könnyebben bele fog illeszkedni majd a másikba. Így jó is, egy elég. Itt nem számít. A sarkoknál fontos. Jó, ez így megfelel. Oké. Na, jó néz ki? Ez jó, ez a kis szerszám, gyerekek. Szeretem, sokat dolgoztam vele. Ez viszi a alumínium széleket, stb. Jó, itt és most ráteszem ezt a szilikont. Ez ilyen nagyon gyorsan kötő. A tévében reklámozták ezt a szilikont, gyerekek, ez, és mindenre jó. Nagyon erős. Bármit meg lehet vele ragasztani, szinte. Várj, hogy csináltam? Ja, így. Oké, okay, szóval a saroknál kezdek. Igen. És akkor hát szóljon rá. Beigazítod. Jó, rajta is van. Ezt így egyszerűbb itt megcsinálni, mikor már fönn van. Oké, okay, és ez a lezárás belülről már nem kell bekenjem. Nem muszáj, mert onnan már az a fekete szín szigetelőanyag szigeteli a, ugye a vizet, hogy ne csöpögjön ki. Na most elmenjünk oda végre. Ja, pillanat, azt hiszem elbasztam. Nem ez a fele kellett volna, rohadjál meg. Amoda kell. Na, ez így jön, tehát ezt kell lezárjam. Kezdjük előről. A másik felébe. Nem baj. Hát gyerekek, nem jó, mert kettő véget vettem, és két egyformát, úgyhogy ami ide kell, majd kell hozzak Home Depotból egyet.
sajnos nem tudom lezárni, de viszont fel akarom rakni mindenképpen, úgyhogy mindegy. Az már nem egy nagy ügy, csak mérges vagyok, hogy ennyire nem figyeltem, amikor megvettem. Na, most ezt valahogy ide beügyeskedjük. Az előbb, jó, ez itt benn van, nézzük azt a felét, kellene egy csavarhúzó, hát a sarkot kell először, ha az benn van a sarok, akkor már utána bevezeti a többit, az kívülről megyen. Vázd meg! Nos, fenn van a csatorna végig, a legvégét ugye nem tudtam lezárni, mivel egy balos végkel. Ez majd visszaviszem. Ami megmaradt, gyerekek, ezek a szarok, ezek, ezt mind vissza lehet vinni a Home Depotba, és levásárolni valami más dologra. Úgyhogy ezek nem mennek a szemétbe, ezeket ők visszaveszik, ami esetleg nem kellett nekem. Sőt, még ezt is, mert nem lett összekenve, illetve hát egy kicsit, de az úgy marad. Úgyhogy ezt visszaveszik, ez a end cap, és akkor hozok egy ellenoldalt, tehát ami innen zár, és ennyi. Szilikonozás, minden megvan, még megvárom, amíg az ott megszárad, pár óra, és ott átkenem, és mi van még, igen, azokat le kell kenegetni, a csatornákat lefújtam, szép fehérre, légkondicsere, gyakorlatilag itt kész vagyok. Még a beton van, igen. Szóval ki kell hozzam a pressure washert, ezt a nútokat kihúzom, lehet, hogy nem. Ide cserepek jönnek úgyis, mindegy. A gyerekek, ez a ház hátulját. Mások ilyen limlomot tartanak itt. Mondjuk én is azelőtt, de most az a másik felén van. Na, úgyhogy ennyi. Ezt is lefestettem, ezt itt piros, ide majd valamit kell, ilyen gumi, valami, ilyen piros színű valamit, hogy ne fejeljük le, és akkor úgy jó lesz. Ezt meg ilyen pirosra lekenem. Hát még ilyen finomgatások vannak, azt a lécet ott le kell kenni. Úgyhogy, hát ilyen. Ilyen lett. Elpakolás. Aztán megyünk befele szép lassan. Aztán felkelt a nap, van egy ereje, úgyhogy... Na, Zeusz, hol vagy? Na, hát ennyi volt a reggeli menet. Ugye elég is volt hirtelen ennyibe. Megyek tüsvalni. Aztán délután jönnek Katiék. Na, ott van. Gyere, Zeusz! Gyere ide! És már kicsit gyavul a lába neki. Bal hátsó lábát húzta. Valami történt vele a fiaméknál. Gyere! Kiskutya. Gyere ide, kiskutya. Kis tökös Jóska. Ilyenkor ő a vezérkutya. Szuszuka is ott van. Napozott egyet. Gyere, vannak. Amíg kim vagyok, addig ők is kim vannak. Haverok, nagy barátok. A dugás nincsen. Ki van heréve az Zeusz? Na jó, gyerekek, ennyi. Úgyhogy, hát, remélem nem volt túl unalmas. Mondjuk a melót nem mutattam, mert ott izzadok, mint a disznó. Ha, hogy tetszik? Még a kő meg lesz csinálva, egész másképp fog kinézni. Jók, lesz a légkondicsere. Létre visszakerül oda föl, virágok, ide alulra. És akkor így, azt ott ki kell igazítsam, hülye, meg le kell tisztítani pressure washerre. Szóval egy kicsit rendbe lett téve így a hátulja, aztán ennyi. Csatorna kész, ott azt a végét még le kell zárjam, ugye. Így. Szerintem jó lett. Még itten, ugye ez le lett fújva fehérre, itt pedig piros lesz ez a csík. Ide meg kap egy ilyen gumi valamit, ilyen, ne fejeljünk bele, ilyen slagdarab, fekete slagdarab, és akkor az így rá lesz ide nyomba. És
esetleg belefejelnénk ide a szélére is, akkor ne sérüljünk meg, elég jelen van. Vissza van emelve szintre, egy kicsivel feljebb kellett rakjam ezt a sarkot. Annyit kellett csak, mert az hosszabb. Tudom, hogy csába lett hosszabb az egyik fele, mint a másik. Úgyhogy most már egyenes, nem csálé. Kicsit zavart. Na gyerekek, ennyi. Aztán utána pedig jön ez a front. Ajtócsere, fal, minden. Van mit csinálni. Teszek róla, hogy legyen. De szerintem jó lett, igaz? Ez a beki, a be hátsó oldal. Na, ennyi. Nos, a Thanksgiving-i húsmentes és minden olyan termékmentes zöldség fasírtot fogok készíteni, amiben nincs semmiféle állati eredeti termék. Tehát még tojás, se tej, se tejföl, semmi az égvilágon. Csak kizárólag zöldség dolgok. Na most első, ugye minden itt, miből csináljuk? Krumpli, répa, karfiol, hagyma, százeller, paprika, gomba. Oké? És majd lesz még liszt. Szóval első, amit csinálunk, az, hogy ilyen hosszú szálúra, látszik jó? Már nem jó. Pillanat, állítunk. Így, lejjebb egy kicsit. Szóval lényeg, hogy ilyen hosszú szálúra ugye leveszeljük a krumplikat. Ugyanúgy, mint a szó csinál, mondjuk ott ezzel kellene, de itt fontos, hogy legyenek szálak, mert ugye nincs kötőanyag, maximum a liszt, és ugye, hogy azok így egybe fognak kapaszkodni, ugye ezek a répa meg egyebek, az fogja összetartani magát a fasírtot, mert ugye tojást nem teszünk bele. Ugye, mert ők abszolút vígenek, vegánok, és ugye ők, az ő hitvallásuk az, hogy semmiféle állati állatbarátok, stb. Terméket ugye nem fogyasztanak. Jó, akkor megy a reszelés. Jó, ez így meg is van, mint látjátok. Következő. Tehát hopp. Itt apróra ugye összevágtam a hozzávalókat, és abba a food processzorba ugye belerakom, és ezzel fogjuk, melyik az, ami kapcsol, ez az. Ez az. Jó, zár, és akkor már is. Jó, apróra. Igen. Ja, még egy kicsit. Ezt a részt. Jó illata van egyébként, higgyétek el. Jó. Tovább nem, mert akkor nagyon leveses lesz. Rendkívül jó illata van. Jó kis szanzás. Látszik valami, remélem, közben oda is figyelni, ide is figyelni. Jó, ez megvan. Na most, mit csinálunk? Egy fél marék, kesudió, magyaró, várj a kést először. Oké. Alright. Négy gerezd fokhagyma. Hol a tepeje? Ez nagyon apróra. Oké, ez megvan. Karfiol József. Oké. Marha jó illat van.
teljesen apróra, minden. Jó. Hát tehát ez ilyen már ilyen kicsit olyan lisztesebb. Jó, belekaparjuk. Jó, és akkor a legvégén ugye a gombát, aminek szintén van egy ilyen nedv, ugye felszívó tulajdonsága. Úgyhogy ezt is beletesszük. Meg jó íze is van. És szintén fölvágjuk, és ezennel az összetevők meg is vannak, már csak a fűszerezés van. Gyerekek, higgyetek el, hogy jók az, nagyon jó illata van mindennek. Így ahogy. Nos, hirtelen egy ötletszerű erre pakolva, szárított petrezselyem zöldje, só, lehet egy kicsit több bele, és bors, és semmi más, ja még liszt, bors, oké, és lisztecske. Ebből én úgy gondolom egy kettő ilyen adagot ide rápattintok egyelőre, aztán majd meglássuk, mi alakul ki. Jó, és akkor ezt becsületesen ugye elkeverjük. Jó, tettem ide penkót, ez ilyen, látjátok, ez ilyen fehér kenyérből, ilyen panírszerű, plain, ízesítés nélkül, és már is pillanat. Vizes kéz, és hát egy fasírtnyi darabot, ugye megnézzük, hogy milyen lesz. Kiderül, igaz? Melegítem az olajat, és akkor gyere, nyom meg a lekapcsolót. Most csak annyit akarok még így megemlíteni, így készítés közben, hogy itt már nem kell vizes kéz, ugyanis ez már engedett vizet, és a másik, hogy amikor majd itt csinálod, nézd ide, metszik, jó? Meg lehet egy kicsit nyomni, hogy a nem kell teljesen kinyomni a vizet belőle, de egy kicsit meg lehet nyomni. A masszívabban összeáll, ugyanis ugye nincs kötőanyag, csak a liszt van. És mi a fene? És hát így össze fogja akkor tartani, mert de ha nagyon vizes, akkor nem lesz jó. Túl sok a víz. Na nézzük. Azt fogom csinálni, hogy így először, és akkor itt nyomom meg egy picit csak, ennyire. Még ezt mondjuk összenyomtam jobban. Úgy, és akkor itt ennyire csak. Nagyon megnyomod, akkor elreped. Na most gyerekek, ezt jó ropogósra meg kell sütni. Kíváncsi leszek, milyen lesz. Nem lehet ez rossz. Én már csináltam hasonlót, és az jó volt. Így ennyire. És csináljuk a többit. Gyerekek, gyönyörűen sülnek. Nézd oda, milyen szép. A illata is jó. Hát kérem. Gyönyörűek. Látjátok, nem esett szét, semmi. Később raktam oda, ez a kis darab. Szörömagolajban sütöttem. Ezt elfelejtettem mondani.
még van 8 darab, azt kisütöm, és akkor majd a többit mutatom. Na nézzük akkor, hogy miből élünk, kérem. A híres vegán, nem, vegán, mindegy, hogy mondod, fasírt, előállt, átsült, jó olajos, úgy látom. Kicsit kihűlt. Na most ezt lehet kétféleképpen is, esetleg olyan szósz kell, ugye, ami szintén, hát százszázalékosan nincs benne állati eredetű termék, tehát szója, vagy pedig ez a sriracha hot sauce, ez ilyen kínai hot sauce. Rági mondta mindig hot sauce, de azt mondja, nem azt mondja, hogy szósz, nem sauce. Na nézzük. De megnézzük a csipipapit. Na, így van más. Nem kell. De finom kell. Ez nagyon jó. Nagyon jó. Hát gyerekek, ez... Én azt javaslom, ezt másoljátok le. Annyival másképp csináljátok, ne tegyetek rá egy ízét, a szóját. Rendkívül finom. Még szószok nélkül is. Ha, mit szólok hozzá? Gyere, Évi! Múgyek csak én. Ebből már kifolyt a szója. Ezzel gondoltam, hogy megkóstolom. Hát de az állati eredetű. Hát én nem vagyok vegán. Tessék vegán módon enni, nem itt csalni. Nem lehet csalni. Na, most kóstold meg úgy, hogy te akarod. Ezzel vigyázni kell, mert ez nagyon sós. Nagyon sós, igen. Várjál. Meg kell néznem közben, mert... Ja, Évi süti. Ja, na az szépen süljön át. Már csak egy perc kell. A közepe is kell, hogy ugye puha, szépen, hát ne maradjon nyers, magyarul. Oké, még egy-két perc is kész vagy. Kész vagyunk. Helyesbittek. Na, kóstolj meg egy ilyet, ami nincs semmi. És akkor próbáld ki azzal a blue cheese. Úgy eszed, ahogy akarod. Itt én kevertem ki ezt a blue cheese saláta öntetett fetával, ugye? Igen. Feta sajttal. Ez a szofikanala. Szofikanala. Na, ez a papakanala. A szof mindig azt mondja, a papakanala. Na, mert te ezzel szoktad kimérni a... Igen. Na most nem vegán módon. Így jobb, ugye? Rendkívül finom egyébként, gyerekek. Komolyan mondom. Na, hát köszönöm, hogy megnéztétek, adtam egy ötletet, remélhetően. És hát majd jönnek a leányék. Hát ennyi. Most a birka pörköltet azt én nem fogom különösebben mutatni. Ugye? Hát azt már pörköltet mutattam milliószor. Viszont a kacsasütés majd igen, de már azt nem ezen a videón lesz rajta, hanem holnapin. Úgyhogy... Ennyit a mai napról. Már pihenés jön. Megiszunk egy-két sört. Átjönnek, beszélgetünk, kávé. Ó, a kávé. Iszunk egy felest is. Milyen felest? Hát a izében, a Slegovicából van még. Hát egy feles van, de két feles már. Mit csináltatok vele? Megittátok? Van ott más is. Van, persze. Van ott az a, mi is, az a amaretto, meg ilyenek. Na, hát szóval... Ennyi. Most, hogy mit eszünk, mi sonkát fogunk enni. Ó, várja, azt még megmutatom a kiterítést. Még a tálalását. És Évi csinál egy gyümölcstálat, akkor még nem köszöntem el.
Na, megmutassuk a gyümölcstárat és a sonkát, hogy hogyan készítem egy pillanat. Nos, kérem szépen, megmutatjuk a terítéket. A lányom még hamarosan jönnek. Tehát itt van, amit magunknak gondoltam, ez az a bizonyos mézes, mázas sonka. Megoszlottak a vélemények, higgyetek el, hogy nagyon finom, különleges sajttal, fekete olíva, savanyú uborka, citrom és a, ugye a paradicsom karikák. Ide nem viszik túlzásba, nem viszik a túlzásba. Mert... És itt van a bizonyos zöldségfasír, gyerekek. Évinek a mesterműve elkészített egy gyümölcstálat, gyümölcsökkel. Itt van egy érdekes rész, ezt mindjárt Évi mutatja. Nyissad akkor, légy szíves a... Mi a szígrem? Ebbe akarsz élni? Crown? Crown Royal? Fel kell bontanom. Crown Royal. Várjál, hogy mutassam így. Látszik valami. Elég sötét a kép. Na mindegy. És akkor ezzel fogunk köszönteni Benedeket, meg magunkat. Aztán majd gyerekek jönnek, akkor kocintunk. A Sligo viccából sajnos már nem sok van. Aztán a fiam elnyalogattani. Nem tudom, mikor ittunk utol, ebből nem, nem szabad sokat inni. Okay. Mondjuk... Na hát akkor nézzük. Mondjuk az igazi... Viszki, mert ez viszki, sok jó ez meg viszki, temetőbe viszki. Temetőbe viszki, egészségedre. Azt úgy kell, hogy ilyen lap, alacsony pohárba is jég kell. Ja, jó, ez ember hát nekünk... A magyaros fücsű. Happy Thanksgiving. Egészségünkre, gyerekek. Na, nyomd le aztán az akuszkát utána gyorsan nyomassával, amit... Hú, ez erős. Ho-ho. Akkor nem kell megint az egész. Szerintem ez erősebb, mint a Sligo. Erősebb? Hát mi nagy ivósak vagyunk, ugye? De az viszont nagyon kellemes, jó dolgok ezek, gyerekek. Oh, na. Ha, mondjál valamit. Tegyél rá valami gyümölcs, a szőlőt. Vagy sonkából, bármiből, arról szok is úgy szokta ez a kuszka. Ó, oh, Lord. Ah, sajtod. Happy Thanksgiving. Nem tudom, egyben megint. Hú, te nagyon finom dolog. A... Én nekem úgy tűnik, mintha a Sligovica erősebb lenne. Ez nagyon kellemes íze van. Én meg szoktam rászkodni a viszkiktől, meg ilyen konyakoktól, meg ilyen, ettől nem rászkodtam, meg érdekes. Egy darab sajtot adjál nekem. Oh. Darab sajtot. Nagyon finom. Oh my. Na, hát köszönöm, hogy megnézitek a videót. Hamarosan kajálunk. A kajálás az úgy történik, nagyon egyszerű, hogy van ilyen keksz, és akkor körülbelül így ilyen formátumban, ugye keksdarab a kekszekre, ott is van, ugye ráteszed, amit meg akarsz enni, összeállítod magadnak ilyen kis szendvicseket, és akkor ennyi. A gyerekek, ez a Thanksgiving első napja, hosszú hétvége, és hogy mi van már csütörtök, péntek, szombat, vasár, négy napos ünnep, és hát minden napra meglesznek a kaják. Kaptam egy beírást nemrég, hogy János, felhagytál az egészséges életmódot? Nem. Gyerekek, folyamatosan fogyok, hála Istennek, és hogy ennyi. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Nagyon szép hétvégét kívánok mindenkinek ezekkel a kockákkal. Sziasztok, bye bye. Janiék voltunk. Doridából. Doridából. Kellemes ünnepeket. Yeah.